Jó estét kívánok, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, meg szintén. Tulajdonképpen már is a dolgok közepébe vágok, és eljátszom ezt a kis darabot ezen a, hát akár hangszernek is nevezhető instrumentumon, amely hát a mai este gerincét adja. Sok mindent csináltam én már ebbe a terembe. Rengeteg minden, de játékzongorán most fogok játszani először. Úgyhogy nagyon izgulok. Tehát. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, átestem a tűzkeresztségem ezek szerint, játékzongorával is. Lehetne tulajdonképpen most beszélni arról, hogy karácsony, hogy mi az a karácsony, hogy egyes nyelvek hogy értelmezik, hogy a mi karácsony szavunk honnan jön. Nagyon meglepő dolgokat olvastam a Wikipédián, például, hogy a bolgár kracsún szóból is származtatják, ami átlépést jelent. Hát persze átlépünk az egyik évszakból a másikba, a napforduló miatt, akkor az albán kracsú, tehát tuskó szóból is származtatják, mert ugye ez egy pogány népszokás volt a napforduló idején mágiát rakni. De a román kröcsund, amit érdekes módon a latin kreációból, teremtésből származtatnak, az is az egyik lehetséges verzió. Magam részéről kevésbé hiszem a kerecsen sólyom röptetéséről szóló legendát. Nem lehetetlen egyébként, mert a hangrendváltozással, hát ugye úgy, hogy szaracén, szerecsen, kerecsen, karácsony, hát szóval tulajdonképpen magyarázható így is, úgy is a dolog. Minden esetre, amíg a tudós urak ebben megegyeznek, nyelvtudósok, addig szerintem sokkal érdekesebb beszélgetést fogunk itt mindjárt lebonyolítani a kislányommal, akarom mondani, bocsánat, Viktória lányommal, mert nagyon utálja, hogyha kislánynak szólítják, aki tulajdonképpen a létrehozója ennek az egész második félidőnek. Úgyhogy tisztelettel kérném Viktória lányomat, hogy fáradjon a színpadra. Úgyis, mint névnapos Vikikém, fogad szeretettel ezt a virágcsokrot, mert hogy névnapod van, én még nem köszöntöttelek föl. És akkor ezt most ide visszatesszük. Itt a mikrofon, tessék, valamit beszélj, 1, 2, 3, 4, ezt szokták mondani. Na, valamit mondjál. Hát, ez nagyon jó, hogy ez a kis karácsony, nagy karácsony kialakult, mert hogy én azt mondtam a apukámnak, hogy nekem nem is csinál semmit karácsonyra, és hát ez így alakult ki, hogy apukám először 6 verziót írt, és aztán kialakult rengeteg. Na de várjál, mikor mondtam? Igen. De mikor mondtam? Ez nem most mondtam. Vagy mikor kérdezted ezt? Ez tavaly volt. Igen, ez tavaly volt. Szóval nem ebben az évben. És hát tulajdonképpen megnéztem most a partitúrát, mert hát komputerben írtam. A partitúra dátuma bizony 2009. december 22-e, tehát akkor kezdtem el a komponálást. Hát ugye, ahogy Viki is említette, az első két változat, első 6 változat, bocsánat, már 24-én kész volt. De hogy is hangzik, ez tetszett neked, ahogy játszottam ezen? Igen, nagyon szép volt. Ezen a hangon?
Nem, inkább nem énekelnéd el? De. Na, hát akkor énekeld el. Kis karácsony, nagy karácsony, kisülte már a kalácsom, ha kisült már ide véle, ha tegyem meg melegébe, jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya, itt egy szép könyv, ott egy lapta, jaj, de szép a karácsonyfa. Hát ez nagyon szép volt. Nagyon szépen köszönjük, és amíg Vikikém, akkor menj vissza a páholyba, amíg visszamész, átveszem a mikrofont, Virág a tiéd, igen, és amíg visszamész, menjél ott le a lépcsőn. Addig talán nem szaporítanám itt a szót, mert hát a zenéről tulajdonképpen én nagyon utálok beszélni, a zenét csinálni kell, nem beszélni róla. De mégiscsak el kell mondanom egyet mást, tehát ez tulajdonképpen korokon, földrészeken ível át, összesen 1000 évet fog át ez a zene, amit fognak hallani, és legalább 3 földrészt. Most az a helyzet, hogy ne tekintsék ezt egy pillanatig se valamiféle komoly zenedarabnak. Ez inkább egy potpurri, egy egyveleg, vagy egy zeneszerzői stúdium, adott esetben egy megkésett zeneszerzői vizsga, de mégiscsak variációs sorozat, amely 45 variációból és egy kódából áll. A helyzet az, hogy valamennyire az életet is megjeleníti, lesz benne pantomim, lehet, hogy fogok ordítozni a zenekarral, ami hát a valóságban is megtörténik, mert a zenekarok és karmestereik között hát köztudottan nem felhőtlen a viszony. Ez nálunk is így van, ugye? Így van. Ugyanis a zenekari muzsikus azt gondolom, hogy alapból abóvó utálja a karmestert. És erre tulajdonképpen minden alapja megvan, ha jól belegondolok. Ugyanis a karmesterek egy része, sőt azt hiszem, hogy túlnyomó többsége, azt képzeli, hogy azért áll a pulpituson, mert ő a legjobb zenész az egész társaságban. Na most hát ezt tudjuk, hogy nem minden esetben van így. Ezért én meg sem lepődök, hogyha zenekar ventilátornak, vagy motoregérnek, vagy nem is tudom, minek hívtok a hátam mögött, nem is akarom tudni. Meg hát aztán ott van az a tény is, hogy mindig 200 körülbelül rejtett karmester ül a zenekarban, akik mindent jobban tudnak, mint a karmester. Én komolyan mondom, be fogom vezetni, hogy vezényeljetek próbákat. Tudnélik, teljesen más megjegyzéseket tenni egy tevékenységre, és más ott állni. Mint amikor futballdrukkerek lévén mi mindent jobban tudunk, ugye, hogy hogy kellett volna annak a csatárnak, vagy annak a védőnek a becsúszószerelés, hogy ne kapjon 11-es, stb. De ha lent lennénk, ha mi lennénk lent, hát akkor azért az nehezebb lenne. Na, egy szó mint száz, nem akarom itt a szót szaporítani. Tehát, hogyha csak tized annyira fognak szórakozni a következő fél órában, mint ahogy én a komponálás során, akkor már megérte. Néha be kell vallanom, hogy hangosan röhögtem, amikor írtam a darabot, amely hát persze nem tartott egy évig, mert néha 6-7 hónapra félretettem a darabot. Aztán megint elővettem, nézegettem egy kicsit. A gerince a darabnak tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt elkészült, az utómunkálatok azok nagyon sok időt vettek igénybe.
Úgyhogy, hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, ezúton is kívánok a zenekar, az énekkar és a Nemzeti Filharmónia minden kedves dolgozója nevében boldog karácsonyt, boldog új évet és minden jót a jövőre!